et orbi, azaz Róma városának és a világnak mondta el hagyományos ünnepi áldását a pápa. A vatikáni Szent Péter téren összesereglett 100 000-nyi zarándok előtt II. János Pál 62 nyelven köszöntötte a híveket, köztük magyarul is. Krisztus, felelme, halleluja! Húsvéti üzenetében az egyházfő a terrorizmus ellen egy békésebb világrendért emelte fel a szavát. Fölszólította a politikusokat, hogy oldják meg a konfliktusokat, külön is említve Irakot, a Szentföldet és Afrika egyes részeit. A zsidóknak, a keresztényeknek és a muzulmánoknak pedig azt üzente, hogy akik Ábrahám fiainak érzik magukat, fedezzék fel a testvériség érzését. A 84 éves régóta betegeskedő pápa élénkebbnek és erősebbnek tűnt, mint az utóbbi időben. Szemlátomást jól bírta a zsúfolt húsvéti programot, még a feltámadásra emlékeztető éjféli virrasztáson is részt vett. Egyelőre tart az amerikaiak és a síita lázadók közötti tűzszünet az iraki Faludzsában, ahol egy hete robbantak ki a harcok. Közben hivatalosan megerősítették, hogy az egyik túszejtő csoport kivégezte az iraki német követség 2 biztonsági alkalmazottját. A másik csoport által fogvatartott 3 japán túsz esetleges szabadon bocsátásáról egyelőre még nincs hír. A tárgyalások állítólag folyamatosan tartanak. A katari székhelyű Al Jazeera TV-ben pedig bemutattak egy videót a tegnap elrabolt amerikai férfiról, akit a fegyveresek meg akarnak ölni akkor, ha az amerikaiak nem hagyják el Faludzsát. Egy brit férfit viszont szabadon engedtek Nasszíria közelében. Fokozott készültségben vannak a hillai magyar tábor katonái is, bár itt nincsenek zavargások. A tábor parancsnoka szerint túszejtési akció a magyarok közül legfeljebb a civil alkalmazottakat fenyegetheti. A katonák tegnap erős biztosítás mellett végezték szállítási feladataikat. Itt csak konvojba lehet megindulni szállítani, tehát egy komplett szállító oszlopot indítottunk útba a tegnapi napon. Ellátási szállítást hajtottak végre a hadosztály egyik alárendelt alakulatához. Mindenféle atrocitás és útközben történt probléma és gond nélkül visszatértek tegnap este a táborba. Egészséges, mindenki rendben vannak. Több ezer illegális bevándorlónak, köztük iszlám szélsőségeseknek adott el egy cseh bűnszövetkezet olyan hamis útleveleket, amelyekkel a bővítés után akadálytalanul be lehet jutni az Európai Unió tagországaiba, főleg Nagy-Britanniába. Legalábbis ezt állítja a News of the World nevű brit bulvárlap, amely egy prágai oknyomozó riportra hivatkozik. Végül pedig egy igazi húsvéti hír, a világ legnagyobb szódásüvegét készítették el Hajdú Sámsonban. A kis híján 1,5 méteres üvegszifonba 42,5 liter szóda fér, vagyis több tucat lányt meg lehet vele locsolni. Az óriási szódásüveget jövő szombaton elárverezik, a bevételt pedig lakóotthonok fiataljai kapják. A késő esti híradót látták, friss hírekkel holnap délben Kuruc Péter jelentkezik majd. Én köszönöm a figyelmüket, kellemes estét, viszontlátásra! Nehezen ébred. Egész nap fáradtnak érzi magát. Nincs energiája. A Supradin reggelenkénti szedésével töltődjön fel energiával. A Supradin magas vitamintartalma feltölti önt vitaminokkal, ásványi anyagokkal és nyomelemekkel, hogy a lehető legtöbbet hozza ki magából egész nap, még este is. Supradin. Töltődjön fel energiával. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezzen a kezelőorvosát, gyógyszerészét. Mester. És most, sajtmester, elmondja, mit ő. Soha. Mi ez a látfonyasság? Honnan ez a harmónia? Kíváncsi a titkomra. Sajtmesterünk művészete ott rejlik minden falat Pannóniában. Pannónia. Mestermű a sajtmestertől. 50 év zene. Tátrai Tibor 50. születésnapi koncertje DVD-n már a boltokban. A természet mindig tökéleteset alkot, mi pedig megőrizzük. A 100%-ig természetes új Top Joy gyümölcslevek egyedülállóan finomak és megóvják családunk egészségét, hogy minden napunk tökéletesen harmonikus és örömteli legyen. Új, még finomabb Top Joy gyümölcslevek, mert így tökéletes. Már megint büdi lett. De
Van még egy ötletem. Nem, ezt ne. Elég egyetlen érintés, és már is érezhetjük az új Breeze One Touch gyöngyvirág és levendula illatok varázsát. Breeze, a boldogság fuvallata. Íme az új Maggi leves kocka. Sok zöldséggel, a gazdag ízekért. A Maggi kockával még finomabb az aranyló leves, a köret és a párolt zöldség is. Új Maggi leves kockák jódozott sóval, tartósítószer nélkül. Számomra a medve a legfinomabb kockasajt. A medvesajt különleges, nagylyukú sajtból készül, ezért olyan finom, sejmesen telt az íze. Létezhet gyorsabb hatású fejfájás csillapító, mint amit ön használ? Hurrá! Fáj a fejem. Visszavágod, akarunk! Hú, akkor valami nagyon gyors kell. Inkább Saridont vegyél be, ez gyorsan hat. A Saridon három összetevője egymás hatását gyorsítva mulasztja el a fejfájást. Kösz a tanácsok! A Saridon tényleg gyors volt. Saridon. Nincs idő a fejfájásra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, ha kérdezzenek kezelőorvosát, gyógyszerészét. Linda Brainline. Esőben az első. Jó estét kívánok, köszöntöm Önök! Egy szerdától kezd csak felszakadozni a felhőtakaró. Addig a felhők unosuntalan visszatérnek. Most is borús az ég hazánk fölött, csak az ország északnyugati részén vékonyodott el a felhőzet, ott csökken is a csapadék hajlam, máshol szorványosan, délkeleten még mindig sok eső várható. A hőmérsékletek reggel 4 és 8 fok között lesznek, hűvösebbre az északnyugati vidéken élők számítsanak. Húsvét másnapján ugyancsak gyakran fog borultságig növekedni a felhőzet és több felé, de főként délen valószínű újabb eső, záporeső. Élénk lesz az északkeleti keleti szél, sőt helyenként erős lökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet csúcsértéke 11 és 16 fok között alakul. A kecsem fog újat hozni, folytatódik az erősen felhős időnként borult idő, de amíg északon csak szorványosan délen még mindig több felé várható eső, zápor. A légmozgás is jelentős lesz, a hőmérséklet pedig már reagálni fog a hideg szélre, a napok óta tartó borúra. A hőmérsékletek úgy 2-3 fokkal visszaesnek, kedden, szerdán csupán 7 és 11 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Szerdán kisebb körzetekben már kisüthet a nap, és csütörtöktől kezd melegedni a levegő. Köszönöm a figyelmüket, jó éjszakát kívánok!